Elérkeztünk az utolsó Rauri színapunkhoz. A reggeli drónozás és csillezés után kocsiba pattantunk többet magunkkal, és a kisebb csapat elindult a közeli hegyekbe túrázni. Kettő kutyus is volt velünk, persze, hogy ők voltak a sztárok. Rengeteg csúcs és túra van itt a közelben, de mi ma csak lazában toltuk, mert még haza is kellett vezetni. A kutyusok és mi is tele voltunk energiával. Ez a két fa jelentette a kaput a túrához. Persze a kutyus máshol akart bejönni. Az időjárás nagyon cool volt ma, szandált tudtam fölvenni, és egy ilyen hegyi patakon simán keresztül tudtam gázolni, ezzel is felfrissítve a lábamat. Ilyen csúnya helyeken túrázunk. És ez itt Raurisban egy nagyon laza túra, egy mocsáros erdőn jöttünk keresztül, nem olyan messze tettük le az autót, a hoteltől meg pikpak eljutottunk az autóval. Szóval ez gyerekeseknek is, meg nekünk, akik ilyen lájtosan már a hazafele menetel előtt egy lájtos túrát akarnak csinálni, simán belefér. Vagány helyek vannak itt Ausztriában. Akad itt még sok-sok csúcs, amit meg lehetne mászni. Na de majd legközelebb. A patak adta hűtési lehetőséggel, a többiek is éltek. A szamoét szánhúzó tele volt energiával, a gazdája futkározott vele, még a drónnal próbáltuk lekövetni. Ilyen panorámák miatt érdemes túrabotot ragadni és eljönni vidékre, mert még nem nehéz túra volt ez, és még nincs vége. Berci a Panasonic kamerájával ilyen zoomot is tud tolni. Szandában és pólóban vagyok, hétágra süt a nap, van happiness, de rendesen. A túra végén lehetett rápihenni a hotelbe visszaindulásra. A túrát befejezvén indultunk volna haza, de a bocik utunkat állták, meg kellett várni, hogy elvonuljanak. Ők voltak az erősebbek. Aki túráztuk már a magunkat, megérdemeljük a pihenést, ugye srác? Jaj, süt a nap, de ezért az árnyékból lehet hencseregni. Aztán meg lehet hazaindulni. De addig mi van egy kis idő. Szép volt, jó volt, de nem volt elég. Itt jártunk Raurisban, túráztunk, bicajoztunk,
és azért lazultunk is, szóval kis úszoda, szauna is belefért, de ennyit tudtunk csak belerakni ebbe a pár napba. Ősszel simán visszajönnék eme hegyek közé, vagy télen, meglátjuk, remélem bele fog férni. Ez a pihenés most ennyi volt, pattanok a volán mögé, viszem haza a srácokat Bécsbe. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, legyetek jók, ha tudtok, szevasztok!